Nyilván az ember nem bírja ki, hogy a gyerekeknek ne segítsen, ne essen abba a kezed, próbáld ki ezt, lépjél erre, lépjél arra. És akkor mondta apu, hogy jó, akkor egy héten kétszer gyere le. Utána ugye az egész így kialakult, aztán kázsis edző lettem, utána utánpótlás válogatottal edzettünk, és akkor, így maradtam az ökölvívásban, illetve az edzői szakmát választottam a kázsi miatt. Valahogy a kázsisek mindig többen voltak, mindig jobban együtt voltak, mindig hangosabbak voltak, és jók voltak.